Ma is itt van velem vendégem, Sláger Tibó, és előzőleg beszélgettünk egy dalodról. Amikor kitűzöl magad elé valami célt, álmodozó vagy egyébként? Igen, hát félig fikciók a dalok, tehát elképzelt dolgokról írok, és félig valóság. Igen, ez a dalszerzések során gondolom az egy akkorta így van. Tehát azért vannak, amihez gondolom emlékek fűznek, vagy olyan megtörtént dolgok, amire szívesen gondolsz vissza, de gondolom lehetnek szomorú dolgok is. Igen, így van, de általában vidám a téma. Tehát ez a műfaj megköveteli, hogy vidámok legyünk, és szeretik az emberek a vidámságot, és nem szeretnek letargiába esni, úgyhogy maradjunk a valóságnál. Álom vagy valóság, én ezt a dalt kérném most, hogyha lehet tőlem, de csak azért, mert egy barátomnak, Józsinak küldeném. Hát ezért is volt ugye a kérdés, hogy szerette Tibó álmodozni, de úgy tűnik, hogy mégiscsak szeret. Álom vagy valóság, szóljon a dalt.